Eljött az életünkbe az információs kor, az internet, az online tér, a közösségi média, és vele együtt nagyon sok minden változás. Ezen változások nagy része szerintem ma még láthatatlan. Tari Anna Mária az online élet térhódításáról beszél, amely az egyes generációkra más-más hatást gyakorol. Hogyha valaki idősebb, tehát mondjuk 45 fölötti, akkor azért az egyensúlyt nem nehéz megtalálnia, mert van neki egy olyan típusú gyerekkora szocializációs háttérre, amiben az infokommunikáció az nem volt túl gyors, az érzelmek lassan fejlődhettek, és az élet nyugodtabb volt. Viszont aki Y, Z vagy alfa generációs ember, tehát a digitális generáció valamely tagja, nekik már azért vigyázni kell nagyon arra, hogy a valódi életet, az offline életet ugyanolyan mértékben éljék, mint az online-t, akárhogy is elhisszük, hogy minden az online térben történik, ami igazán lényeges. Azt kell mondjam, hogy az igazán lényeges dolgok azok offline történnek még mindig. Gyakori jelenség, hogy valaki nagyon aktív a különböző közösségi oldalakon. A szakember szerint, ha valaki túlzásba viszi ezt a tevékenységet, az sok esetben veszélyeket rejthet magában. Olyan, mintha azt látnánk, hogy nem elég a saját életkerete. Nem elég az a pár ember, aki az igazi barát, vagy az igazi bizalmas. Muszáj mutatni egy olyan tényleg csillámporozott ént mindenkinek, ami tehetséges, ügyes, mindenféle különlegeset tud, és jól is néz ki, és akkor ez egy plusz narcisztikus örömöt ad. Ez pedig mindig akkor kell, amikor az embernek a sajátja nem ad elég örömet. A rendezvényen több pedagógus is jelen volt, köztük Bészabó Csilla, aki sok hasznos információval gazdagodott. A Dunaszerdahelyi Magángimnázium tanára fontosnak tartja, hogy az online élet szóba kerüljön a diákokkal folytatott kommunikáció során. Mindenképpen föl kell hívnunk a figyelmüket arra, hogy szemtől szembe kommunikáljanak egymással, mert az érzelem gazdag, és ott van benne a testbeszéd, és akkor látjuk egymás érzelmeit, tudunk erre reagálni. Viszont az online kommunikáció igaz, hogy gyors, de nagyon személytelen, érzelemmentes, és tulajdonképpen kiöli az érzelmeket a kommunikációból. Manapság a fiatalok többségének életére döntő hatást gyakorol az online világ. A diákok sok mindenre használják a világhálót. Nagyon fontos szerepet játszik a Messenger, és a Viber, amiket mi fiatalok használunk, milyen kommunikációs eszközként, hiszen meg tudjuk egymásra osztani a tanulmányainkat, a házi feladatainkat, főleg mobiltelefont használok. Ez napi 1-2-3 órát is igénybe vált akár, ezen kívül azért használom szórakozásra és a telefonkészüléket. Egészebb szinten online vagyok, elérhető vagyok, hogy bármi információ, vagy új hírt kaphassak a osztálytársaimtól. Vannak olyan pillanatok, amikor én is úgy érzem, hogy ki kéne már kapcsolni a telefont, és akkor olyan szünetet tartok, egy 2-3 órás szünetet, de az élet folyik akkor is, és hát értesülnöm kell a új hírekről, hogy képbe legyek. A szakemberek szerint használjuk ki az internet adta lehetőségeket, de csak mértékkel, hogy ez ne menjen mindennapi életünk, emberi kapcsolataink és egészségünk rovására.